FM-en. Azért hozom őt. Egy informatika angol szakos tanát, mert eddig mindig megváltottatok azzal, hogy félbolondok szerepelnek amerikai meg kanadai védelmi miniszterek, meg ilyen leváltott kamu, ilyen nem is tudom, ilyen... És most egész bolond vagy? CIA, igen, akik már meghaltak, ugye ilyen CIA vezetők, akik ugye nem is igaz az egész, meg egy nagy kamu volt az internetes videó. De gyerekek, hétvégén tanulmányoztam, hogy kik adtak elő... ezen a bizonyos magyar UFO kutatók által tartott újpesti konferencián. Te ott voltál! Jó. Fogadjunk, hogy elmentél. Ne, de hogy mentél. De biztos vagyok benne. Hogy ne ment volna el? Hát a téma ér. Álszakálba beültem hátra. Nézd, egy vastakerete szemüveg benne, az egyik egy leragasztott lencse. Csak átnéztem gyerekek az újpesti konferencián megszólalókat, hogy mennyire komoly konferencia. Ha egy ekkora fejet elkezd álcázni, abban a pillanatban azt hiszik, hogy egy áruás szürke van. Igen. És kivezetettek a teremben. Nem, fölvisznek a színpadra. Fölvisznek a színpadra, és bemutatnak. Köszönk és egy vannak! Igen, és tartanak egy ilyen kis előadás, úgyhogy egy ilyen kis lézerpöttyel a fejem mutogatnak felszegezve egy táblára. Nem csak megnéztem, hogy kik adtak elő, gyerekek, hát mégis egy UFO konferencia, hát én azért ezt így figyelem. Aha. Csendben figyelem. Nem mindenkinek hiszek, de átnéztem. És gyerekek, informatika angol szakos tanár arról beszélt, hogy ő bizony találkozott Földön kívülivel. A büfében? Hányan mondták vagy már ezt? Na most kérdezem én, egyből bolond az, aki ilyet állít? Nem. Nem, ezt nem mondtuk. Mitől válik bolondá? Találkozhat, de csak a beszélgetés után sütjük rá, hogy bolond, vagy ha valaki azt mondja, hogy találkozott, egyből az? Nekem a bizonyítékok hiánya szokott. Na már megijj össze a bizonyítékkal. Hát, hogy várom nagyon ugye azt a bizonyos videót is, ami a több száz holdra szálló UFO-t megörökítette. Majd megjön az UFO-út. UFO-nautával egyetemben. Nagyon várom azt a videót is. És igen, mi vidékiek, mi parasztok abban hiszünk, ami ott van az asztalon, kolbász alakú. Tehát az Tudod, a disznóban. A disznóban abban hiszel, abban meg, hogy Zolika egy kicsit betintázott valamikor, és ahogy dölt hátra. Akkor... Azt lefelejtsd meg, hogy a májusi eső aranyat ér, azt is elviszik. Szerintem azt, és az azt is ér. Hát, de az tapasztalat. Igen, az itt évszázados ugye... tapasztalat. Tehát most ő mit mond az infoangol? Hát, olyanokat, hogy megremeg a térdünk. Hogy bepisiltek. Azt akarom, hogy fáj. Még van időm esetleg kiszaladni előtt, hogy megnyitni magamat? Én nem akarok. Én kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Azt kell, hogy mondjam, nincs. Na, meghallgatjuk, jó? Ő már egyébként megszokta, hogy azok a hitetlenek, és azok a saját valóságban, csak a saját valóságban létezni tudó korlátolt emberek, amiket ti vagytok, azok rásütik, rányomják azt a bélyeget, hogy na, a bolond UFO-s. De ő ezzel nem foglalkozik. Na, ezt szeretem. Erről szívesen beszél, és hangsúlyozom, informatika angol szakos tanárember. A nagyadú, érted? A nagyász. Na, itt van Aranyi László vonalban. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szervusztok! Jó reggelt! Mióta hallgatod a beszélgetést? Egy 10 másodperces, sajnos az adószentesen nem fogható, úgyhogy... Javulnunk. Ja, akkor mióta adásban vagy, úgy értem. Tehát, hogy mióta Anna bekapcsolt. Most már 20 másodperc. Informatika angol szakos tanár vagy, ugye? Így van, író, szakfordító, emellett a agitanikánál vagyok, űrkatonai szakértő, külsős szakértő. A kutyafáját. Űrkatonai szakértő. Kérem a bíróságot, jegyezze fel a bizonyítékok mellé. Már hogy melyik haditechnikánál, a magyarnál? Természetesen a magyar haditechnikánál, igen. Magyar haditechnikánál, ha űrtechnikát akarnak bevetni, akkor téged hívnak. Hát igen, tulajdonképpen így szokott működni, hogyha valamilyen érdekes téma van, igény a szerkesztőség részéről, akkor megkeresnek, illetve én szoktam témákat ajánlani. Most a magánűrhajózásról írok már néhány hónapja. Miről? Bocsánat, nem hallottam. A magánűrhajózásról. A magánűrhajózásról. Na, Laci, te megszoktad már, gondolom, hogyha elkezdesz arról beszélni, hogy te mit láttál, mit tapasztaltál, akkor mindenki hülyének néz, akkor nem? A kollégák átülnek egy másik asztal. A kollégák elfordulnak, nevetnek. Nem csak ebben a témában, sok másban is, de megszoktam, hogy kell egy 20-30 év, mire bemegy az input a rendszerbe, és kiderül feldolgozni. Hát, és te tartottál egy előadást, ugye? Jól mondom. Ez... Nagyon sokat szoktam, igen, szombaton volt Budapesten az UFO magazin 25. jubileumi előadása, ezúttal az Exopolitika címmel. Miről beszéltél ott? Igazából a személyes találkozásaimról beszéltem, egy összefoglaló előadást tartottam, persze epizód jellegű módon felidéztem néhány élményemet, hiszen 40 éve történnek furcsa és érdekes dolgok velem. Egy 40 perc alatt nyilván csak egy töredéket lehet felvillantani, nem is azt, hogy beszélni róla.
Így adásban el lehet mondani egy olyat, ami ilyen nagyon bizonyító erejű a szkeptikusok felé, és hogy te találkoztál már idegennel, földön kívüli? Hát igazából... És át tudod-e küldeni a fotót? Hát az fent van a honlapomon, nagyon sok fotó fent van. Igazából meggyőzni azt kívülről senkit nem lehet, úgy gondolom. A meggyőzés az belső folyamat. Aha. Mi volt az első találkozásra? Emlékszel, Laci, hogy mi történt? Még egy előző mondat, tehát én hiába teszek föl kívülről bármifajta bizonyítékot, ha az ember tagadó álláspontra helyezkedik, akkor akármit csinál. Helyes, rendszabályoz meg őket, igazad, abszolút igazad van. Két tagadó álláspontra helyezkedett. Nem tudom őket megszabályozni, nem az én feladatom. Ennyi az, hogy információt szolgáltassak is, hozzá hiteles információ. Na, mi volt az első? Mire emlékszel? Hát az első az aranyos volt, amikor voltam úgy 3-4 éves és rettentő rossz gyerekként. Egyfolytában a mumussal és a zsákos bácsival ijedgettek, úgyhogy ha valaki csöngetett, akkor már félve néztem a nagykapu felé, hogy úristen, most itt a mumus vagy a zsákos bácsi, és visz engem el. És egyik éjjel arra ébredtem, hogy kis lények körbeek az ágyamat, mondom, úristen, itt a mumusok, na nekem most annyi. Anyukám csak lebeszélte a mumusügyi biztossal, hogy na most már engem el kell vinni. És első ijegységemben teljesen normálisan reagáltam, rájuk kiabáltam, hogy van ott valaki, menjen onnan, és közéig vágtam a párnámat. A kislények álltak az ágyat közé. Oda vágtam a párnámat, így van. Ők hogy reagáltak? A szekrényt, akkor át tudod, hogy ágyú, és el is tűnt mindenki ebben a pillanatban. Hogy reagáltak a lények? Hát eltűntek, és 15 évvel később derült ki számomra, amikor megjelentek az első ilyen felvételek és beszámolók az országvilág, illetve a tükör hasábjain. Hogy csak az óvodástársai látogattak meg. Nem voltam akkor még óvodástársai. És egy születésnapi surod lett volna, csak lefeküdtél. Akkor még nem volt kötelező óvodás Istennek, ha bár a sarkon volt. És 15 évvel később derült ki, amikor ezek a fotók megjelentek különböző újságban, leírások, hogy igazából földön kívüleket dobáltam meg párnával, és ez nekem nagyon tetszett, hogy így történt a kapcsolatfelvétel. Nem ilyen IT-s módon, hanem közéig vágtam. Hogy néztek ki arra, emlékszel, hogy milyen alakjuk volt? Ezeket a tipikus tíz szürke lényeket láttam, csak akkor persze nyilván fogalma nem volt ezekről, hogy mik ezek, mert egyáltalán hogy néznek ki nekem. Mondtak valamit? Álltak, kérdeztek? Nem, álltak, én erre és néztek. Hogy állnak és néznek, és én megdobáltam őket a párnával. De el sem vittek? Senkit nem üsznek el soha, ez egy abszolút téved. Hát nem, a Pataki azt mondja, hogy őt elviszi. Igen, az Attilát elvitték. Tehát ezeknek a idegeneknek nincs szükségük arra, hogy bárkit elvigyenek, egyszerűen olyan technikával rendelkeznek, hogy hogy mondjam, 1000 kilométerről képesek bárkit megvizsgálni, földrejteni, kutatni. Semmiféle ilyen elrablásos esetre nincs szükség, ezeket főleg a pszichológusok tárták az emberek agyába. Nem találkoztam olyan valós élménnyel, ahol tényleges elvitel történt volna. De akkor az Attila nem mond igazat? Szerintem nem. Aha. És azóta te többször találkoztál, tehát többször jöttek hozzád az ágyadhoz, vagy a lakásodba, a kocsidba, hova jönnek? Nincs úton kerékpárra jár, a két mindig lakásra jönnek egyébként, amikor ez történt annak idején. Volt egy nagyon jelentős kétfogásos eset, hiszen minden gyerek, amikor már elkezdtem ezzel foglalkozni, arra vágytam, hogy idegennel kezet fogjak, amatőr csillagászként is erre vágytam, és volt egy ilyen kétfogásos eset. Amikor arra jövettem éjszaka 2:30-kor, hogy egy idegen lénynek fogom a kezét és nézek a szemébe. De nem lehet, hogy csak a szüleid gratuláltak a diplomaosztóhoz? Vagy. Volt már egy pár, de nem beszélgettünk akkor sem, csak így néztem a szemét, és... Nem lehet, hogy egy osztálytalálkozó után hazavittél egy számodra eddig ismeretlen lányt? Hát azért a magasság az 1.20 meg az 1.60 közt azért... Hát a testi felépítésé, meg az ujjai, meg a szemeállás, hogy csak feltétlenül volna, hogy most nem lányfó, hanem fiút. Tehát ott álltatok a szobában készfogva? Ő állt, én feküdtem, mert révetlen foly fogom a kezét, utána kiúzta a kezét az enyémből, és ilyen kacsázó járással térdéskönyök nem hallott. De mit akart? Igen, mit akart? Sem fogta a kezet. Én volt egy előkészítési szakasz, amikor 5-6 hetenként egy szobámban megjelent egy-egy idegen, mindig közelebb és mindig hosszabb időre. Tehát erre fel voltam készítve, hogy egy ilyen eseménybe fog ez az egész. Tehát nem csak odaállt rögtön, hanem egyre közelebb. Nem úgy durasztán kész, hanem ezek 5-6 hetes időszakok. De kommunikálnak, mondanak valamit, átadnak valami információt, kérdeznek, lopnak, elviszik a családi ezüstöt, tehát bemutatkoztatok egymásnak, Laci. Úgy érzem, hogy tudatosulnak bennem dolgok, tehát nem mint telepatikus üzenet, vagy nem hangokat hallok, hanem egyszerűen rájövök, ráérzek dolgokra. Úgy érzem ebben. Mire? Te tudsz nekünk segíteni? Én nagyon várnék egy ilyen találkozóra, de hozzám nem jön. Mert a felihez nem mernek, mert nem tudják átvágni magukat a szeránosonkán. Nem volt gond a falon átvadni, mert úgy ment el, hogy átment a falon. Az embereknek a 10%-át keresik föl személyesen, ennyi embernek van személyes élmény, legfeljebb nem beszél róla, vagy nem tudod benne, hogy így járt. Ugorjunk már vissza erre, hogy így átmegy a falon, tehát ő nem ajtó, nem ablak, hanem átmegy a beton. Pedig ajtó is volt, igen, de a falon távozott, igen, tehát nincs gipszkarton.
A másik pedig egy gyógyításos eset volt, amikor nem ezek a tipikus szürke lények, hanem magas, emberszerű. Azért mondom emberszerű, mert maszkot viseltek, legalábbis úgy tűnt, hogy azt viselnek számomra. Na ezt akarom kérdezni tőled, idéznék tőled, figyelj, a Körös partján 91-ben létezett egy UFO bázis. Egyszer, ugye te 300 méterrel a talajszint alatt voltál, kamrák is... Nem voltam, ez a újságírónak a fordítása, feldítése. Aha, de mi történt, mi volt ez? Ez úgy történt, hogy egy kis srác éjszakai horgászatot végzett, speciálgatott, és a háta mögött egy hatalmas fényességet látott, megfordult, és azt látta, hogy egy repülő csészehaj ereszkedik lefele, és a talajon áthatolva eltűnik. Aha, tehát te nem voltál a bázison, mert nem, az információ szerint voltál? Hogy nem hagyományos úton szedett információ, hogy a bázisnak a kinézetét felirettük. Tehát ez nem, ez felirítés történt a cikkben. Tehát egyszerűen arról volt, hogy kimentünk a helyszínen, sugárzásmérővel és különböző nem hagyományos eszközökkel, és ezt a bázis fel... Hány látogatás volt körülbelül? Tehát meddig számoltad? Vagy hányszor jöttek? Személyes találkozás? Igen. Hát ez körülbelül tucatnyi lehet a 20 év alatt. És soha nem mondanak semmit, soha nem kérdeznek, soha... Nem, soha nem volt. Állnak, néznek, aztán elmennek. Amikor meggyógyítottak, akkor tudatos volt bennem ilyen, hogy ilyenek az egészséges vagyok. Azon a találkozás során volt ez, hogy tudatos volt bennem, hogy most már minden rendben. Előtte, de mi beteg voltál, és ők gyógyítottak meg? Igen, másfél évig többször voltam klinikai halálban, ilyen szinten voltam beteg. Nagyon sok probléma volt, összeadódott is. És utána már a hónapra ez a dolog elmúlt, erre nyilván vonalvosira lett, hiszen mindenfajta tesztet végeztem utána. És azóta semmi baj? Azóta ilyen jellegű a baj, abszolút nem. Igen, mondjuk nem csak a betegséged múlt el, hanem a bázis is, mert hogy azóta se találja senki. Tehát, hogy nekem az a kérdésem ezzel kapcsolatban... Ja, hogy senki nem keres szerinted egy olyan helyet, ahol 30-40 ő, ha jó van. Aha. Nem ja, hogy nem árulod el a helyszínt. Ezt szeretem, megmutattam a pontos helyszínt az eladás során, de a koordinátokat nem adtam meg. De láttad őket leszállni, vagy volt olyan, amikor én láttam őket leszállni, vizsgáltam leszállási nyomukat. A legkisebb távolság 300 méter volt, amikor egy repülőcsészhaj elrepült fölöttem. Egyébként a 40 év alatt nagyjából 600 darabot láttam, ez nem 600 darabot. De hogy vagy te ilyen szerencsés basszus? Hát ott állok kint állandóan. Nagyon egyszerű, ott van a Szentesfi utcaja fölött egy hatalmas nagy lívvonal, és ők ezt mi van a lívvonal, lívvonal. De melyik utca ez? Főutca. A Szentesfi utca eszölt hal. Szentesfi utcán van egy valami, a kutyafáj, de engem ez azért bosszant, mert egy csomószor állunk a Benivel, nézzük, és a gyerek hülyének néz, bemegy, nem történik semmi, én a Zsül fél combját odaadnám azért, komolyan mondom, hogy lássak végre, csak egyszer. Igen, eljöjjenek, vagy valami kézzelfogható bizonyítékot kapják, nem én, hanem a két hitetlen gyaur kutyának, hogy végre be tudjam bizonyítani ezt a dolgot, és soha nem jön felém senki. Te meg ott áll Szentesen, és repkednek feletted. Hát most rám sokkal ritkábban a 90-es években volt, amikor igen-igen sűrűn és nagyon nagy számban röködtek fölöttünk. Aha. Szentes felett. Szentes felett, igen, a főutca lívvonal, tehát energia ösvény, és ezt használják meghajtásnak, ezt az energiakutató rendszer. Fel kell hívnunk a Badársanyit is, mert ő is szentesi volt. Tudom, mert és mi lehet szentesen? És ezt a szentesiek látják? Tehát a szentesiek ezt látják? Természetesen, hiszen itt volt egy klubunk, rendszeresen megfigyeléseket végeztünk, beháromszögeltük ezeket az objektumokat, innen tudjuk a sebességet, átmérjüket. Mennyiben mennek? 950-nel átlagosan. Mennyi? 950. Hát annyi van, mint egy repülő. Hát az nem lehet, hogy repülőt láttad? Pontosan. Holdméretű vagy hatszoros holdméretű repülő nem szokott erre menni, kivilágítva hangtalan és derék szóval megfordulni. Hatszoros hold? Hát azt azért még a Qantas. Senki nem veszi észre. Azt azért még a Qantas se tudja, igen, pedig jó legyen. Nagyon egyszerű, egyet hagy mondjak, hogy miért nem látják, hogy miért nem figyelnek az emberek. Volt, amikor a napfogyatkozás idején kimentünk éjszaka, ez 99-ben történt, akkor volt a teljes napfogyatkozás. Nagyon sok repülőcsészet láttunk, különböző típusokat, fél óránként berepülve a város fölé. Szentes fölé, éjszakról délre. Jött egy ilyen német turistabusz, elkezdtünk kajabálni, egy UFO, föl sem emelték a fejüket. Tehát a németről az UFO-t gondolom nagyjából érdekel, minden nyelven. Németek voltak érzéketlenek. Hát én ott lettem volna. Jó, de voltak szentesek is. Tehát az emberek fel sem hallandók az égre nézni. Én most rakom, akarok. Te tudsz olyan konkrét időpontot, hogy én elmegyek veled, ott állunk Szentesen, és azt mondta, hogy Bali vasárnap este 21 óra 45-kor átrepülnek. Én elmegyek. Években volt ilyen, 9 óra 7 perckor, akkor ezt újságba is leadtam, és nagyon kutyafáj. Néhány ember vette a fáradtságot, nagyon kevesen. Ezt csak a szentesiek látták, esetleg, hogy éjszakról délre, akkor nagy mágocsiak is? Észre ez a vonal lehetté? Megy végig, tehát Szeged, Szentes, Szolnok, ez a vonal megy végig, iszak irányba, és nem csak kelet-nyugat irányban, tehát aki ezen a vonalon van,
a fő tájakonnak éppen szentsen meccspont. És arra nem gondolt, hogy egyszer mit tudom én, bekamerázza a szobádat. Nyilván a családod is hitetlenkedik, barátok elfordulhatnak. Nem hitetlenkednek, mert a gyermekeimmel együtt találtuk a napfratulási eseményeket. Végig a barátaim meg ugyancsak ételők. Nem, egyszerűen nem kamerázott be? Vagy nincs egy olyan felvétel, vagy nem tettél be kamerát? Csak gondolkoztam arra, de minek? Tehát, mert manapság olyan technika van, hogy bármit meg lehet hamisítani. A szakértő nem ismeri fel a szakértő szemhagyó képhamisítani. Hihetetlen. Na jó, de azért csak magadnak vagy az archívum, a családi archívum számára egy pár képet csak csináltál. De hát az csak magamnak vannak. Küldenél nekünk képet? Hát a honlapomon fenn vannak a gabonakörök, a különböző találkozások. De olyan, hogy telefotózva vagy egy földön kívüli, mert a gabonakörtén láttam sokat. 96-ban volt, és nem volt, a zenitkamerám nem igazán alkalmas arra, hogy fényképeket készítsen a zenitükör, de fekszett fényképezőgépen. Azóta meg nyilván nem ezzel törődök, hogy éjszakai fotókat készítsek ilyen látogatókra, mert nem is volt az a utolsó a gyógyítás alkalmával, ami történt személyes találkozás óta, nem találkoztam mindegyennel személyesen. De ahogy látom egyébként, most a fönn vagyok a honlapodon, azért az ördöngös tompa háti gabonaköröket azért megörökítetted. Laci, és a testület mit szól? Tehát ők ehhez mit az élet? Én nem tudom, szóval, hogy azért az kemény lenni, hogy bemész és azt mondod, hogy... Könyveltek, ugye 30 évet tanítok, bekönyveltek hülye ufósnak. Amikor oda kerültem, akkor még a 9 óra 7 perces ufó járt. Várj, mert a volánbusznak ma 9-7-es Szentesről, de igen, hogy mi az, hogy 9 óra 7-es UFO jár, nem mondj ilyeneket. Hát, keletről nyugatra egy gyönyörű 9 óra 7-kor. Csésze, aj, hajszál pontosan. Volt egy karácsonyi tanári összejövetel, ott volt egy 45 tanár, és akkor tettem egy próbát, én nagy bátran kijelentettem, hogy jöjjön ki velem az, aki látni akarja az UFO-t, 9 óra 7 perckor el fog repülni a fejünk fölött. És mit mondott a többi tanár? 45 emberből 3 jött ki. Ez mikor volt? Mert többinek órája volt. Nem, többineknek nem tudom milyen volt. Talán a bátorsága fogyott el szembesülni egy kérdéssel. És az a három kiment? Az a három kiment, és mit láttatok? És azt láttuk, hogy kelet felől egy repülőcsészaj berepül, Szentesföld nyugat fel távozik. Nagyon de nem lehet, hogy a vizet jött Prágából? Vagy, de... Hát Prága nem arra van egyébként, de... Aha. Nem probléma. És itt lehet látni az alsó részen a szelkezi elemeket ilyen távolságban már. Ez milyen magasan van ilyenkor? Ilyenkor 1 kilométer magasan volt, visszajött a 3 kolléga velem együtt. Na, mi volt, hogy volt, többiek kérdezték. Hát igen, láttuk, tényleg ott volt fejjel korangolt, Laci mondta. Na, ti is hülyék vagytok, ez volt a reakció. Aha, tehát hogy nekik se hittek. Tehát ha már neked nem hittek, a kollégáknak se hittek. Nekik sem hittek, így van, mert ez olyan dolgom, hogy nem volt halad, de elfogadnám az időbe, se. És a családban egyébként mit szólnak neked, amikor előállsz találkozással, felnézel az égre, ott van valami, tehát mindenki hisz benne, mindenki hisz neked? Hát látják ők is, hát nincs ebből probléma. Jó, hogy tudnak, tehát ők is nézik. Melyik családtagom sokkal többet lát, mint én, tehát ez inkább a fordított dolog van, amikor én nem hiszem nekik, hogy mit látnak. És a gyerekek is látják? Sokkal finomabb érzékelők, természetesen kimondok velem 99-ben egész éjszaka, csodálatos szép. Akartak? Repülősó volt, persze. Kim lenni vele? Után kimentünk, persze, rendben. Laci, de nincs egy dátum, amikor én elmehetnék? Komolyan ott ülnénk egy nyári szentesi estén, felnéznénk az égre, én vinnék kamerát, vinnék videót, én végre egyszer lefotózhatnék egyet, hétfőn megmutattam a két hitetlenek, tehát nincs most egy fix dátum, hogy 8 óra 20. Tehát most nincs. 90-esekben volt, akkor itt volt nálam a félegyházi tévéstáb, hatalmas betamovi kamerákkal, hajnal fél kettőig vártak, mínusz 20 fokba, aztán bevárták a kamerát, mert elegük volt a várakozásból, és körülbelül 2 perccel később, hogy kijöttek rágyújtani, hogy láttak, hogy 35 tagból álló rajt elrepülni felettünk. Féltek a tévésektől. Akkor karmolták össze magukat, igen. 35 korokat látunk egyszer, ez a legnagyobb. Te tanítasz, Laci? Tanítasz? Igen, mindjárt indulom kell, igen, angol és informatikát, meg médiát és informatikát angolul. Médiát és informatikát angolul. Mekkora gyerekeknek? Általános iskolában tanítok 5-től 8-ig. Te szoktál nekik erről beszélni, vagy mesélsz nekik az ilyen... Följön a téma, hiszen az angol könyvben is benne van, tehát ott tananyagként kezelik ezt a témát, abszolút nem szkeptikusan, hanem bizony le vannak írva esetek, fényképekkel, hát angol könyvekben ez benne van. És mit mondasz, aki bolondnak tart, vagy azoknak, akik rád legyintenek, hát vagy hülyének néznek? Mondani, csak azt, hogy nézze meg a szakmai pályafutásomat, nézze meg a írásaimat, olvassa, és engem hiteles ember tart, akkor sajnos nincs más lehetőség, mint azt, hogy ezt elhiggye, hogyha megtapasztalta ő maga is, erről viszont van lehetőség. És a pataki elrablásaihoz az kamu szerint? Én csak azt tudom mondani, hogy a zenész társ, akivel 27 évig együtt zenél, soha semmit erről nem hallott és nem tudott. Tehát ez egy totál hitelen fölbukkan dolog. A legközvetlenebb hozzátartozó ismerés erről semmit nem tudtak. Én nem jó, mert ők mindig a cipőjüket nézik, amikor Attila ott van. Oké, nem úgy hitelt hangulját, persze rendben van csak, de hát akkor is. És mit akarnak? Tehát miért jönnek? Hát akkor megfigyelnek bennünket, hogy? Hiszen nem avatkozhatnak a viselkedésünket, a
kultúráinkat, mert ugye van sokfajta. Azért a te szobádba csak bementek kezet fogni. Hát igen. Hogy köszönjük hát szépen, hogy ennyi éven keresztül. Másra is megtörtént, hasonló, hiszen abban a pillanatban, abban az időszakban, amikor ez velem lejátszódott. Mindjárt mondom a dátumot. Mindegy a gép 96.17-én. Ugyanebben az időszakban, ebben a negyed óra szórásban, 30 kilométeren belül volt két embernek, akiről tudok, ugyanilyen élménye. Ők is látták. Mm-hmm. Ők egynyelőek egyébként? Életben, hogy ott Szentesen tényleg mindenki ennyire szerencsés. Én meg itt ülök a kis kamerámmal, a két hitetlennek végre tudnék hozni egy bizonyítékot, hogy nézzé oda, ott repül. Érted? Örökre el tudnám hallgattatni ezt a két szkeptikus embert, fölöttetek ott nem a repkednek. Nem hallgatni, hiszen Vágó Istvánnak felkínáltam, hogy elmegyek elvest tartani nekik a szkeptikusok társaságába, kössek rám hazugságmérőt is, hogyha azt mutatja, hogy én igazat mondtam, akkor ő vonul vissza. Ha kiderül, hogy nem mondtam igazat, akkor meg én vonulok vissza. Hát nem hazugságvizsgálóval hívtad ki a Vágót egy beszélgetésre? Így van, így van. És mi lehet, vagy mit mondod? Nem vállalta, visszakozott. Nem merik vállalni, hát ezek nem merik, hogy emberek vállalni a megméretetés. De azt mondtad, hogy ne ülj, tehát azt mondtad, hogy szemtől szembe üljünk le rajta, mert hazugságvizsgálót te kérdezel. Így van, és Pistám ott vonulsz vissza a helyszínen, hogyha én igazat mondok, ha meg nem mondok, nem vállalta, nyilván, hogy nem vállalta, mert neki nem az a célja, hogy semmit, tehát elzárkodott előle, nem adta meg a lehetőséget. Nyilván nem az a célja, hogy bizonyítékot szerzett. Igen, tudja, hogy a hazugságvizsgáló akkor nem működik, amikor valaki mélyen hisz abban a dologban, amit képviselt. Na most kezd igazán megdagadni az végbelemet, akkor is be tudom csapni, igen, persze, mindenfajta ilyen van. Mit csinálsz a végbeleddel? Ha összeszöltem a végbe, mert akkor is csak hazugság. Na most kezdett el érdekelni. De csak ceruzával, tehát ha van benne egy cerka is arra rászorít. És ha ugyanezt például a szerecsendióval is meg tudod csinálni. Szoktak azzal megmondani, hogy iszol, bolond vagy, drogozol, bélyegezel, LSD-zel. De a mai készek már mérnek bőrelektromosságot, szemmozgást, légzést, vérnyomást, eszméletlen sok tényezőt mérnek, és azt már nem lehet átváltani. Mm. Egyszer ők megmutatják magukat? Tehát egyszer én is állhatok ott úgy a hálószobában, hogy oda jön valaki, és azt mondja, hogy Balázs, vegyél föl. Itt a bizonyíték, mutasd meg a kicsinek, meg a kolbászzabálónak. Az emberek 10%-a érintett ilyen témában, tehát 10 emberben egy biztos, hogy... Megszoktam, hogy mindig benne vagyok az adott 10%-ban. És olyan esetleg előfordult, hogy egyik este felriadok az ágyam mellett, ott állnak öten, és azt mondják, hogy ezt azért kapott egy kis gyökérbe, kiröhögted az Aranyi Lacit, és iszonyatosan pofámba. Vagy pedig ide, hogy ők voltak az igazi múmusok, csak eddig átázták magukat, és visznek, és annyi lesz az Ákos bácsihoz. Na jó van. Laci, elengedünk, mert órád van. Kiknek tanítasz most éppen, gyerekek? A nyolcásokkal fogunk Excel táblát szerkeszteni, és összefoglalunk. Ez összefoglalunk. Aztán meg megyünk, ugye még van másik az órám, a hétterab összesen. Laci, ha van dátum, időpont, változik a légtérútvonal, és újra Szentes fölött megy, szóljál már nekem. Vagy, hát. Vagy egy jó eladó telek, mondjuk Tömörkényen, vagy Csanyteleken. Nekem jó egy külterület is, megveszek egy gyümölcsös, lefekszem oda májusba, a gyereke, valamit hátha látok, bekapcsolok, és infonomat értel, azt mindig egy tájlapos videó. Mindig hozni, tehát én annak vagyok a híve, hogy mindent a nyilvánosság előtt. Úgyhogy, ha bármilyen sem lesz, és azonnal hívására hozom. Jó, egy e-mail, morningshow@classfm.hu, megmondod vasárnap 8-ra Bali, legyél Szentesen, olyat látsz, hogy pepis lesz. Fogom a két hitetlent, lemegyünk és megnézzük, jó? Hát ha kapok róla a fülest, akkor továbbadom. Jó, hát ha változik újra a repülési útvonal. Okay. Laci, köci! Nagyon szépen köszönöm. Ciao, hello, 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 hello. Köszi, szia, szép napot. Figyeljetek! Ez se? De nem. De ez már majd se? Majdnem ő se? Azt akarom mondani. Hogy, hát ha jó, ha senki, hogy senki. Hogy az összes tanú, az összes megszállott, az összes UFO kutató közül ő volt a legszimpatikusabb. Aha. Iszonyatos ellánnal tolta, nagyon-nagyon hit magába, vette alapot, jó arc volt. Figyelj, ha legközelebb is ilyetozol, remélem legközelebb nem lesz. Van de, még a tarsolyom, gondolt még. Nem vonultattam föl még a seregeimet. Ez csak ők csak az előfutárok voltak. Jönnek volt, még. Ha van ilyen, hogy egy, mit tudom én, egy tízes skála, akkor ő ezen a hatost megkapja tőlem. Uh-huh. Meggyőzésben. Valaki szóljon az Aranyi Lacinak, hogy a helikopterbázis hetesen azért néha bekavar. Jó? Lehet. Csak így egész halkan mondom. Na ez a baj veletek. Ez, itt kezdődik a bajom veletek. Aha. Hogy mindenféle nyomorúságos, racionális magyarázattal jöttök elő. Aha. Csak mondom egyébként, hogy László honlapján veletek. Megnéztem, hogy mikkel foglalkozik. Atlantis, így kezdődik, aztán jön a Nakhamadi Gnosztikus Könyvtár, Petőfi Sándor, Jézus Krisztus és Szántóni Veréb Irén. Igen, és ugyanitt vízfőző üsteladó. Körülbelül, na. Nem, az a baj, hogy nem vagytok méltók az ilyen típusú beszélgetésekre, úgyhogy meg is hallgatjuk. István, Hírei. Nem hívjuk fel megkérdezni, hogy miért vonult ki ebből a sztoriból? Nem. Pistám. 3-4-8 lesz egy perc, hogy jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en.
7 perc van pontosan 8 óra. Jó reggelt kívánunk, jött ez egy SMS, elnézést kérek az előbb elhangzott szentesi észlelések miatt, a szentesi agyag galamblövét elnöke. A gyerekek, de érdekes beszélgetés. Az volt. Megvan, hogy Aranyi László tanárhoz jár a gyereked. Érted? Lehet, hogy jó pedagógus, de könyörgöm. Az Excel tábla között majd elmondja az UFO észleléseit. De nem száraz, nem unalmas, ennek az embernek van fantáziája, és valószínűleg így is tanít. Könyvtárt és Atlantisról fog értekezni, vagy ott visszafogja magát? Vagy mi történt? Azért húzod föl magad az ilyen beszélgetésre, mert van benned egy ellenállás, hogy van. Igazából tudod, hogy igazat mond, és a szkeptikus éned vitatkozik. Aha. A hívő éneddel ez olyan, mint amikor valaki nem szereti a melegeket, nem csinál más, mint a magában ezt a fura érzést elnyomja a homofóbok nagy részét. Egyébként a magában maga való ellenállás miatt utasítja el a melegeket. Igen. Most a másik fájó pontjára az a két legérzékenyebbet fogta, de te tulajdonképpen azért húzod föl magad, és leszel ennyire dühös, mert van benned vagyok. Valami mi igazság érzed, ami tudja, hogy azért ezek valójában léteznek. Tiltakozol, de egyszer oda, ott hagyom Juditot és a gyerekeket. Késő lesz. Még most, amíg fiatal vagyok. Hogy az nem tűnik fel senkinek ebből a körből, hogy ha kamera van, akkor egyetlen egy UFO nem jön. Ahogy kikapcsolják, ott jön. Figyelj, hogy 300 méter a föld alatt 30-40 űrhajó van, meg alvóhelységek, és ez a mai napig nincs meg. Hát tehát, nem volt pénz a feltárásra. Hát Feri, hát azért a bányamunka, traktor, az EU-s forrásokból csak 250 méterig jutott. Én leások 300-ig. Hát hol legyenek most a szalajka völgybe? Hát persze, hogy a föld alatt. Feri, ezek olyan buta érvek. Azok, hát, ezek komolyan mondom. Viszont én felmentem egyiket a Lacinak a Facebook oldalra, és egészen biztos, hogy rendelek tőle majd egy falvédőt az utolsó vacsoráról. Az a baj, hogy... Van. Az a baj, hogy itt volt Jézus, és Jézus is tulajdonképpen nem csinált más. Nem figyeltem, Facebookot. Nézd. Itt vagyok, tanítok. Mit mondtak a hitetlenek? Azt mondták, tégy csodát, és elhisszük. Jézus csodát tett, és annak ellenére se hitték. Nektek semmi nem lenne jó, ha most ide leszállna a Grupama stadionba egy földön kívül, azt is azt mondhatjuk, biztos a Pataki intézte. Jézus is csodát kellett, hogy tegyen, hogy egyetlen higgyenek benne. De megtette, és akkor sem hittek neki. Nektek semmi nem jó. Semmi nem elég.